Köszöntöm Önöket! Mai műsorunkban ellátogatunk a fogyatékkal élők világnapi programjaira és a köszönetnapjára. A családsegítő jótékonysági kezdeményezéséről is beszámolunk, végül két városi táncegyesület évvégi sikereiről is tudósítunk. Tartsanak velünk! A fogyatékkal élők világnapja alkalmából indítottak rendezvénysorozatot a nagykanizsai, Kanizsai Dorottya Kórház mozgásszervi rehabilitációs osztályán. Az érzékenyítő nap elnevezésű eseményen középiskolás diákok ismerkedhettek meg a mozgásszervi rendellenességekkel élők mindennapjaival. A programot egy gálaestel zárták a Megyasszai Házban. December 3-a 1992 óta a fogyatékos emberek világnapja. A Kanizsai Kórházban 2019-ben szerveztek először érzékenyítő napot ezen alkalomból. Az azt követő 4 évben a világjárvány nem tette lehetővé a folytatást, idén azonban ismét diákok töltötték meg az épület folyosóit. Brünner Szilveszter főigazgató elmondta, céljuk, hogy a fiatalok megismerjék a mozgásszervi fogyatékossággal élők hétköznapjait, továbbá az elfogadást is erősítsék ezen a területen. Mi ezt a világnapot felkaroltuk, és 4 évvel ezelőtt szerveztük az első ehhez hasonló programunkat. A célunk az, hogy általános iskolás, középiskolás diákokat érzékenyítsünk erre a problémára, mert úgy érezzük, hogy ez probléma a társadalomban, talán egy kicsit tabuként is kezeljük a kérdést. Rengeteg honfitársunk, akár családon belül, akár a barátaink között, társadalmi szinten rengeteg ember él fogyatékossággal. Ez legyen akár mozgásszervi fogyatékosság, vagy legyen bármilyen, amit el tudunk képzelni. Mert minden embernek egyébként van valamilyen fogyatékossága, tökéletes ember nincsen. Azt gondolom, csak a tökéletlenség mértéke más az embertársaink közül, és ebben nagyon hasonlítunk egymásra. Ezt szeretnénk bemutatni a diákoknak. Ma kimondottan a mozgásszervi rehabilitációs problémákkal és a fogyatékossággal foglalkozunk. A diákok csoportokat alkotva 9 állomáson ismerhették meg és próbálhatták ki a fogyatékossággal élők által használt eszközöket. Flisár Mária osztályvezető úgy fogalmazott, ez egy ismeretlen terület azok számára, akiknek nincsenek ilyen hozzátartozóik vagy ismerőseik, így hasonló nehézségekkel küzdő emberekkel is beszélgethettek a diákok. Milyen programokon keresztül ismerkedhetnek meg ezzel ma a diákok? Itt főként szeretnénk bemutatni a mozgásszervi fogyatékosok által használt segédeszközöknek a ismeretét, illetőleg a használatát ki tudják próbálni. Itt gondolok kerekesszékre, térdrögzítőre, könyöktámaszos botra, járókeretre, vagy van egy állomásunk, ahol egy fiatalkorban betegség miatt kialakult féloldali bénulás miatt fogjuk imitálni azt a helyzetet, hogy az egyik oldalát nem tudja használni, és egy kézzel kell cipőfűzést, vízöntést, levesmerítést megoldani. Lesz filmvetítés is a mai napon, ez mi lesz pontosan? Hát ez olyan filmekből szedtünk össze részleteket, amik egy kicsit pozitívan, vidáman mutatják be, hogy fogyatékkal is lehet teljes életet élni. Illetve lesznek még meghívott vendégek, akikkel, ha jól tudom, lesz lehetőség beszélgetni, ők kik lesznek? Ők korábban az osztályunkon kezelt, illetőleg gyógyított betegek, akiknek nyilván maradandó fogyatékossága maradt vissza. Lesz olyan, aki paraplég, tehát mind a két alsó végtagja a bénult, és kerekesszékben sikeres családi és munkahelyi életet él. Lesz féloldali agyitörténésen átesett beteg, aki szintén beilleszkedett a társadalomba, de a jövő héten például amputált beteggel is fognak találkozni a diákok. A programsorozatot a Szeretet Megtartó Ereje című gála is zárta december 15-én a Megyasszai Házban. Az eseményre minden érdeklődőt változatos programokkal vártak a szervezők. Ignác Andrea úgy fogalmazott, számomra az az ajándék, hogy mi ezt megcsinálhatjuk. A Covid óta ez az első olyan rendezvénye a Királynői Klubnak, ahol próbáltunk megszólítani egy szélesebb közönséget, így advent idején, hogy jöjjünk össze egy kicsit, és egy teljesen kötetlen
vidám, de elgondolkodtató estét töltsünk együtt. A főorvosnővel, illetve a kórházzal volt már egy hasonló programunk 2019-ben, a Nem adom fel együttessel, és most, mivel a kórház újból szervezett ilyen érzékenyítő napokat elsősorban gyerekeknek, így azt gondoltuk, hogy ennek a két napnak a megkoronázásaként újból rendezünk egy ilyen szép gálaestet. És miből fog állni ez a mai gálaest? Nagyon örülök, hogy a kórháznak az igazgatója is egy köszöntőt fog mondani, tehát ő a kórház számára is nagyon fontos ez a rendezvény, aminek a műsora kerekesszékes táncosok, akik Budapestről érkeztek, ők fognak egy nagyon szép, közel 20 perces műsort adni. Utána Tárnok Marica, akinek nagykanizsai kötődése van, ő színész, bábszínész, ő fog egy vidám felnőtt mesét elmondani, és utána pedig a Szivárvány iskolából jöttek gyerekek, akik két karácsonyi éneket fognak jelnyelven továbbadni nekünk. A köszöntőket színes műsorok követték a színpadon. Először a Roll Dance Budapest kerekesszékes kombitánc együttes szórakoztatta a közönséget. Egy kis karácsonyi műsorral készültünk alapvetően, de lesz benne keringő, latin táncok és úgynevezett jelnyelvi adaptáció, ez ilyen siketnyi jelnyelvi számok, amelyek egy kicsit talán a siketek világába is bevezetnek bennünket. Egy-egy ilyen estére hogyan állítják össze az előadott, bemutatott táncokat? Hát elsősorban a közönség összetétele számít, hát most ugye a karácsony az egy aktuális téma, de legfőképpen a változatosságra törekszünk. És mit jelent a táncosoknak egy ilyen fellépés? Hát mi úgy gondoljuk, hogy a mi táncunk egy üzenetet közvetít, tehát mi megpróbáljuk ezen a módon az integráció eszméjét megtestesíteni, tehát nálunk ugye egy kerekes székes és egy álló táncol együtt, így alkotunk egy egészet, egy párt. Elnék egy ölelés, ami véget ezzel az előadással azt a könnyedséget igyekeztek színpadra vinni, ahogyan a látszólag különböző emberek képesek a közös munkára. Ez a kombitánc ugye az összehoz egy kerekesszékes és egy járó partner. Egyrészt ugye az egész, ahogy elkezdünk táncolni, tehát a táncnak az elejét, a betanulás, mi az már egy összekapcsolódás egy kerekesszékes és egy járó ember között. És ezt próbáljuk a színpadon visszatükrözni a nézőnek, hogy milyen könnyen is tud működni egy kapcsolat, hogy ha nem beszélünk, de a tánc nyelvén, ugye mi arról az a hitvallásunk, hogy nekünk ez az integráció, a befogadás eszméje. Ezt említette, hogy már a tanulás folyamata is egyfajta összekapcsolódás. Hogyan kell elképzelni a felkészülést? Hát ugye hetente, régebben hetente kétszer gyakoroltunk, most csak egyszer, ugye, az időjárás miatt, meg a helyiség is már változott, de ez úgy van, hogy ahol kialakult ez a táncegyüttes Pesidek úton 2000-ben, vagy 2001-ben, ez még mindig dilemma, mert 24 évesek leszünk lassan, és az úgy kezdődött, hogy a Katáék kaptak egy videót külföldről, és ott láttak ilyen versenyszerű táncot, és ott elkezdték csinálni csak hobbiból. És aztán az úgy volt, hogy a családból csináltak, egy se volt kerekesszékes, mert a vezető, a Bányi Tibi, aki már nincs köztük, ő csak gyermekbénulása volt, egy ilyen járógép volt a lábán, de viszont székbe érezte magát szabadnál. Tehát érdekes, hogy a széki szabadságot tud adni, és akkor elkezdtek itt csak poénból táncikni, aztán látták, hogy ennek mekkora
eredménye van, üzenete van, mert először a Pest-Hidegkúton helyileg ott a mozgássérült egyesületet még csinálták szomszédoktál, és aztán meghívta a polgármester, és ez ment így tovább, országszinten, aztán külföldre elmentünk, szóval nagy-nagy dolog. A táncosok műsorukat egy karácsonyi produkcióval zárták, majd Tárnok Marica bábszínész vidám, felnőtt meséje következett. És aztán bőn elindult a szekerével, és ahogy mendegélt az úton. A civilek azok, akik ha baj van, mindig megjelennek ott, ahol nem is számítanak rájuk. Ők a gondok között számadók, az elesettekért szájalók, az adományokért és a munkahelyekért házalók. Ők az ország elesettjeiért törtető, a természeti környezet megvédéséért utazó, tenni akaró, történelmi alkalmazottak. Ez a gondolat azon az ünnepségen hangzott el, ahol immár 17. alkalommal adták át a civil díjakat a köszönetnapján. A köszönetnapja minden esztendőben egyúttal egy civil felelősségvállalási, társadalmi konferencia is egyben, így a köszöntők sorában alkalmanként elhangzik egy-egy olyan cég, szponzor vagy mecénás ismertetője, aki működésének hosszú évei, évtizedei alatt rengeteget tett, önkéntesen a társadalomért. A köszönet napjának rendkívüli jelentősége van a civil szektorban, a szervező a Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesületének elnöke szerint. A druk meg volt, mindjárt úgy kezdtünk, hogy haza kellett mennem a plakettekért, mert otthon felejtettem, de forgatókönyv megvan, felkészültünk rá, úgyhogy nyugodtak vagyunk. Egy kitüntetett jelezte, hogy megbetegedett helyette egy másik személy delegált a rendezvényre, más minden a forgatókönyv szerint fog megvalósulni, legalábbis reméljük. Mindenképpen hangsúlyozzuk azt, hogy milyen nagy jelentősége van ennek a napnak a civil szektor szerint. Hát 17 év alatt egy elég szép rendezvényen nőttek ki magát, egy igazi civil ünnepé. Sőt, azt mondom, hogy a szektoroknak egy baráti találkozója, ahol kötetlen formában egy pohár pezsgő mellett a végén el tudunk beszélgetni, könnyebben tudunk barátságot kötni, megismerjük egymást, és tulajdonképpen ez a lényege neki, hogy csak a tévében látjuk egymást, az újságban olvasunk valakinek a tevékenységéről, kitüntetjük, de magát az embert is szeretnénk megismerni, hogy ki van mögötte, és ez az est, ez tökéletes erre. A köszönet napjának megszületéséről, az elmúlt évek munkájáról több alkalommal beszélgettünk már az érintettekkel, a szervezőkkel. Így a díjátadó ünnepségen a Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület soros elnökét arról kérdeztük, milyen gondolatok tölthetik el a résztvevőket a jeles alkalommal? Azt hiszem, hogy ezek a legfelemelőbb pillanatok. Egyrészt felemelő annak, aki a díjat kapja, de felemelő azoknak is, akik a díjat odaítélték, hiszen látják az örömöt a díjazott arcán. De felemelő az összes civil társnak, akik vele együtt dolgoztak, vagy az iskolatársaiknak, akiknek az iskoláját képviseli például egy civil fiatal. De ugyanilyen felemelő érzés lehet azoknak az embereknek, akik nem is ismerik egymást, csak a világhálón keresztül nyújtják azt a fantasztikus civil segítséget, amit a társadalom nem tud megadni. És ez az a felemelő. Úgy szoktuk mondani, hogy a szeretet, az öröm adása, az öröm nyújtása, az mindig oda-vissza pattog, és fokozódik, és egyre többen kapcsolódnak hozzá, és egyre többen lesznek olyanok, akik lelkileg megérzik, hogy milyen nagy dolog, és milyen nagy boldogság bárkin segíteni, bárkiért valamit tenni. Ezúttal nem csupán a civil díjakat adták át a rendezvényen. Tiborcz Iván jazzzenész a Magyar Kultúra Lovagja kitüntető címbirtokosa lett. A hivatalos átadás a központi ünnepségen Budapesten lesz januárban. Mindenről az értesítést a felterjesztő kötelessége átadni, így a december 13-ai ünnepségen szerzett tudomást az elismerésről Tiborcz Iván. A döbbenet az volt, hogy én tavaly kaptam ilyen civil díjat,
és de az előre meg volt beszélve, hogy legyek itt, és hogy elfogadom, és a többi. Ez viszont teljesen váratlanul jött, és nem csak én, hanem a feleségem is nagyon meglepődött, hogy meg meghatottam. Úgyhogy köszönöm még egyszer a szervezetnek a elismerését. A köszönet napi hagyományos civil díjakat 6 kategóriában adták át idén. Az év civil személyisége elismerést Körtvélyesi Attila nyugállományú rendőr alezredes, a Nagykanizsai Honvéd Egyesület elnöke kapta. Mint fogalmazott, hatalmas háttérrel dolgozik, és a családjának is sokat köszönhet. Meglepett, mert tényleg nem tudtam, hogy fel vagyok terjeszt, az egészen nem tudtam semmit. A Zsanna hívott fel egyébként, a Nikoli Zsanna, és ő mondta nekem, hogy elnyertem az évembere címe díjat, és nagyon meg is hatódtam, és nagy örömmel töltött el. Hallhattuk itt a rövid kis beszédetben, hogy azért nagyon sok mindenkinek megköszöntett, hiszen egy hatalmas nagy szervezet áll melletted, a család. Így van, ugye a város legnagyobb egyesülete, közel 140 fővel, és több mint 30-an végeznek nagyon komoly önkéntes munkát, illetve a család nélkül, a feleségem nélkül ez nem jöhetett volna létre, mint hogy elmondtam a köszöntőbe is. A köszönet napját és a díjazottakat jobban megismerhetik a Kanizsa Médiaház követői a Kanizsa Újság eheti lapszámában. Merj nagyot álmodni címmel indított jótékonysági kezdeményezést a Nagykanizsai Család és Gyermekjóléti Központ. A program során rászoruló gyerekek karácsonyi kívánságát szeretnék valóra váltani. Az intézményben nem csak a nélkülözőkre gondolnak, ugyanis egy ajtódíszítő versennyel is készültek a fiataloknak. A Merj nagyot álmodni elnevezésű kezdeményezésben 25 gyerek szerepel, akiket egy adventi kalendáriumból választhatnak ki a támogatók. A programmal azoknak a családoknak nyújtanak segítséget, ahol enélkül nem kerülhetne ajándék a fa alá. Mészáros Adrián intézményvezető elmondta, az adományozók mindegyike egy-egy gyereket támogathat a neme és az életkora alapján, kérés esetén pedig maga a szponzor is anonim maradhat. Tavaly 10 gyermeket sikerült megajándékoznunk. Úgy gondoltuk, hogy minél több gyermeket szeretnénk ilyen lehetőséghez juttatni, hiszen pontosan látjuk a mindennapi munkánk során, hogy nagyon sok olyan család, nagyon sok olyan kisgyermek él a városba, akiknek a karácsony nehézséget jelent, az ajándékozás problémát okoz. Viszont én úgy gondolom, hogy minden gyermeknek megjár a karácsonyi álom valóra váltása, és ezáltal több gyermeket tudunk bevonni, és most nem úgy gondoltuk, hogy nem vállalkozókat keresünk meg, hanem így folyamatosan így az ünnepek előtt jönnek a megkeresések az intézményünk felé, hogy valakit szívesen támogatnának, valakinek segítenének, és úgy gondoltuk, hogy akkor ezt valamilyen program keretébe akkor sűrítsük bele, és én azt gondolom erről a programról, hogy egy nagyon jó ötlet, és valóban itt most 24, pontosabban 25 gyermek, mert hogy a Szentest és Ablak, a 24-e, az egy testvérpárnak az álmát tudná valóra váltani. A rászoruló gyerekeket a köznevelési intézmények pedagógusainak segítségével választották ki, majd a részvételükhöz minden esetben a szülők beleegyezését kérték. A program meghirdetését követően rengeteg támogató jelentkezett, így idén a kalendárium minden tagjának kívánsága teljesül. Itt a legapróbb, tehát a könyv ajándékoktól, a ruha, valaki okostelefon, tabletet szeretne, mert hogy nem tud kapcsolódni azokhoz a közösségekhez, amelyben ő éli a mindennapjait, mert neki még soha nem volt okostelefonja, úgyhogy játék, legó, úgyhogy nagyon kreatív készletek, művészethez kapcsolható dolgok, úgyhogy minden gyermeknek sajátságos igényei vannak, de én úgy gondolom, hogy mindegyik maximálisan teljesíthető, és azt gondolom erről, hogy aki megteheti, és tudja támogatni, és be tud menni majd egy olyan üzletbe, ahol ezek az ajándékok fellelhetőek, ő nem csak a saját gyermekeinek, unokájának, egyéb rokonának, hanem egy olyan kisgyereknek is tud segíteni, akit bár nem ismer, de úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép és nemes gesztus lenne bárki részéről, aki ehhez csatlakozna. Még egy pár gondolatot beszéljünk arról, hogy ez a Merj nagyot álmodni név, ennek mi a mondani valója?
Tulajdonképpen ez már sok évvel ezelőtt fogalmazódott meg, 4-5 évvel ezelőtt már volt egy ilyen programunk. Ez belőlünk pattant ki, pont azért, mert hogy az a közeg, amiben mi dolgozunk, azok a családok, azok a gyerekek, akikkel mi kapcsolatban állunk, ők pont olyan élethelyzetben vannak sokszor, hogy azok az apróságok, amik nekünk mondjuk apróságnak tűnnek, azok számukra nagy dolgok, nagy álmok, és valahogy így a kollégákkal való közös gondolkodás során ez így pattant ki a fejünkből, hogy mer nagyot álmodni, mert hogy az álmaid megvalósulhatnak, ha vannak hozzá olyan jótékony emberek, akik ezeket támogatni tudják. Az intézmény a karácsony előtti időszakban egy ajtódíszítő versennyel is készült a gyerekeknek. Óvodák, általános és középiskolák egyaránt jelentkezhettek a játékra. A munkákról készült képeket az intézmény közösségi oldalán tették közzé, a nyertesek a kedvelések száma alapján kerülnek ki. Idén összesen 45 jelentkező vesz részt, a legfiatalabbaktól egészen a nagyobb gyerekekig. Említetted, hogy hosszú hagyománya van ennek a versenynek. Mi az, ami motiválta az, hogy ez egyáltalán elkezdődjön? Tulajdonképpen jó pár évvel ezelőtt indult ez a történet. Azt gondolom, hogy lehet, hogy vannak benne olyan hatások is, hogy az ember mindenfelé lát olyan karácsonyi előkészületeket, ami minket is motivál, de talán az, hogy a csapatépítés, a közösségépítés, hogy kicsit kreatívan együtt gondolkodjunk, hogy kilépjünk a hétköznapi iskolai helyzetből, és hogy az osztályok egy csapatként kreatívan összeállítsanak valami olyat, ami egész hónapban, így december hónapban, amíg tart az iskola, vidámsággal tölti el az ajtó előtt eljáró gyerekeket, pedagógusokat, bárkit. Úgyhogy egy kicsit a karácsonyi hangulatnak a felturbózása, illetve az értékteremtő gondolatok is benne vannak ebben, amit már említettem, hogy csapatként együtt dolgozzunk valami közös cél érdekében. Melyik intézményekből jelentkeztek? Csak Kanizsán belül, vagy környékbeli helyekről is? Kanizsai intézményekből, de azért nem is tudnám felsorolni az összes intézményt, mert hogy szinte majdnem minden intézmény valamilyen formában. Volt olyan általános iskola, ahol szinte minden osztály feldíszítésre került, de a Facebook oldalunkon egyébként gyönyörűen felsorakoztatva fent vannak, minden információval ellátva az ajtók. Az első 3 helyezett édességcsomagot kap, de a szervezők minden résztvevőt jutalmaznak valamilyen aprósággal. Az ajándékokat az intézmény még az ünnepek előtt eljuttatja a gyerekekhez. Két nagy kanizsai táncegyesület is sikeresen zárta a 2023-as évet. A SZKES fiataljai egy-egy első, második és harmadik helyezést szereztek egy szigetszentmiklósi nemzetközi versenyen, a premier táncosai pedig a Zugló kupán és a Klauzál kupán győztek 2-2 versenyszámban. Először indult a SZKES a Szigetszentmiklóson tartott, hagyományosan december elején megrendezett megmérettetésen. A verseny nívóját jól mutatja, hogy 8 országból is érkeztek rá versenyzők különböző produkciókkal. Széchenyiné Kápolnás Edina tanítványai közül a juniorok a szabad produkciójukkal másodikok, a legkisebbek a negyedikek, a gyermekkorcsoportok pedig harmadikak lettek. A legnagyobb sikert a Dance Show kategóriában szereplő juniorok érték el, akik nem csak elnyerték az első díjat, hanem egyúttal kvalifikálták magukat az International Dance Open Awards-re is, amelyet jövőre Szerbiában bonyolítanak le. Voltak régi koreográfiák, a mini és a gyerekkorcsoportban a tavalyi koreográfiákkal indultunk, a felnőtt erdőt tűz az tavalyi koreográfia volt, és indultunk egy új koreográfiával is, a Tenger átka címmel, ami már az új versenyévadra készült. Úgy gondoltuk, hogy megpróbálkozunk ezzel a koreográfiával, mert egész jól állt már a november közepe felé, és ezért úgy döntöttünk, hogy kipróbáljuk magunkat ebben a koreográfiában is. A győztes formáció kvalifikálta magát egy szerbiai megmérettetésre, és erről mit kell tudnunk? Erre nagyon büszkék vagyunk, hiszen csak pár koreográfia kapott ilyen lehetőséget, tehát ez azt jelenti, hogy megnyertük végülis az egyik fődíjat nyertük meg, és nem kell nevezési díjat fizetnünk erre a koreográfiára a Szerbiában megrendezett nemzetközi versenyen.
Elkezdődött a versenyszezon, a Magyar Látványtánc Sport Szövetség versenyein idén is indulnak. Melyik lesz a legnagyobb megmérettetés ezek közül? Mindig kvalifikációval kezdődik a bajnokság, ami március 23-án lesz Kaposváron. Ott bemutatjuk az új számainkat. Aztán utána, hogyha jól sikerül, akkor kvalifikáljuk magunkat az országos bajnokságra, és utána pedig az Európa bajnokságra. Hogy látja, mennyivel többen voltak azok, akik most kezdték el a táncot, vagy most jutottak el arra a szintre, hogy egy ilyen megmérettetésen bizonyítsanak? Mennyire cserélődött ki az előző versenyszezonhoz képest a úgymond keret? Hát ezen a versenyen még ugye nem indultunk, most ezen a nemzetközi versenyen most indultunk először, de itt úgy gondolom, hogy inkább olyan csapatok voltak, akik nem most kezdtek, hanem már sokkal régebben, tehát azért elég erős volt a mezőny. A győzelmet egy összeszokott csapat szerezte meg az Erdőtűz című produkcióval. A versenyzők többsége évek óta együtt táncol, és folyamatosan igyekeznek fejleszteni a tudásukat az adott előadást illetően. Négyszer voltam európai bajnok egyéniben, arra vagyok a legbüszkébb. És ez a koreográfia, amit most előadtatok, ez miről szólt? Mesélj erről nekünk. Szerettük volna tükrözni, hogy mennyire fontos is mostanában az ilyen globális felmelegedések, az erdőtűznek a terjedése, és ezt adtuk elő egy történetben, hogy átadjuk az embereknek, hogy ez valójában milyen fontos is. 4 EB címmel meglehetősen rutinos versenyző vagy. Mi a célod a tánccal? Ezt szeretnéd továbbra is űzni, amíg csak lehet? Igen, mindenképpen szeretnék kijutni világbajnokságra, illetve a továbbiakban táncedző lenni. Miskevics Jászmin egy éve kezdett el tánccal foglalkozni, korábban tornászként ért el sikereket. Ő is a csapat szellemet, valamint egymás segítését emelte ki a csoport legfőbb erényei közül. Nagyon megtetszett egyből a közösség, meg így ez az egész. Az összes edzésre nagyon szeretek járni, és nagyon jó a csapat. Akrobatikáról van szó tornázás esetében, vagy szertornáról? Akrobatikus tornáztam. Mennyit segített ez, hogy minél jobban elsajátítsd ezeket a koreográfiákat, az, hogy lényegében egy testvérműfajban is szerepeltél korábban? Nagyon sokat segített, mert ott is ugye hasonló koreográfiákat tanultam be, nyilván ott több tornarésszel, de kb. Ugyanilyen hosszú és ugyanilyen stílusú dolgokat csináltam előtte is. Mesélj egy kicsit nekünk erről a koreográfiáról, amit előadtatok, és amivel az első helyezést szereztétek. Ezt a koreográfiát mi még a tavalyi szezonban tanultuk be, és a tavalyi szezonban is ezzel versenyeztünk, de nagyon megszerettük ezt az egészet, és nagyon élvezzük csinálni, meg hát eléggé begyakoroltuk szerintem a tavalyi szezonban az összes versenyen azért, hogy jól menjen most. Mennyire jó a csapat szellem itt a szkesesek, de hogy látod? Szerintem egyáltalán nincs gond semmivel a csapatban. Nagyon összetartóak vagyunk, és igyekszünk támogatni egymást mindenben. Korábbi szkeses interjúkból nekem az jött le, hogy akik együtt táncolnak, ők barátnők is. Nálad is már kialakult ez, hogy mondjuk barátnőid is lettek így az egy év alatt ebből a csoportból? Igen, a csoport nagy részével a táncórákon kívül is tartjuk a kapcsolatot, meg a legtöbb részünk egy iskolába is jár. Eseménydús évzáráson van túl a Premier Tánc Klub is, amely hagyományosan rangos versenyekkel zárta az esztendőt. A két országos eseményen összesen 1300, valamint 800 táncos mutatta be produkcióját valamilyen formában. A Kanizsai Egyesület első alkalommal vett részt művészi látványtánc kategóriában egy megmérettetésen, és rögtön elhozta az első díjat. A koreográfiák közül több olyan is akadt, amely most debütált a nagy közönség és a szakmai zsűri előtt.
Mindkettő verseny országos megmérettetés szakmai zsűrivel, ami számunkra nagyon fontos, hogy neves zsűri szerepel, és ők mondanak véleményt a produkciókról. Mekkora presztízse van ezeknek a versenyeknek? Országos bajnokságnak is beillik valamelyik, ha jól tudom. Mindkettő országos bajnokság volt. Az egyiken 1300 induló volt, két napon keresztül folyt a megmérettetés, a másik egy napos volt, de ott is több mint 800 produkció indult. Az egyik a Klauzálkupa volt, ott két produkcióval indultunk. Most először művészi látványtánc kategóriába is megmérettettük magunkat egy új koreográfiával, illetve színház musical kategóriába, illetve a Zugló Kupa, a Mikulás Kupa volt az évzáró versenyünk minden éven, egy nagyon jó hangulatú kis családias verseny. Itt pedig gyerek, junior és felnőtt korcsoportban is versenyeztünk. Hogyan álltak össze ezek a koreográfiák? Olyan koreográfiákról beszélünk, amelyet a szezon korábbi versenyein is bemutattak, vagy erre a versenyre külön koreóval készültek? A Klauzál Kupán két koreográfiával indultunk. Az egyik koreográfiánk az már indult versenyeken tavaly, viszont a másik koreográfia teljesen úgy most volt először igazából színpadon, illetve a Zugló Kupán két új koreográfiával indultak már a nagylányok. A kisebbek ugye még ők tavalyi koreográfiával indultak, januártól pedig majd most már csak új koreográfiákkal fogunk versenyezni. A csapattagjai szintén több éve ismerik egymást, így folyamatos a közös munka köztük. A jelenlegi versenyévadban több olyan felnőtt versenyző is van, aki korábban még a juniorok között szerepelt, számukra fontos, hogy tanuljanak az idősebbektől. 7 éves korom óta táncolok, és nagyon sok versenyen, országos versenyen és Európa bajnokságon is részt vettünk már, és szerintem nagyon szép eredményeket értünk el. Most kerültél fel a felnőtt korcsoportba, ha jól tudom, a juniorok közül. Mennyire ismerted a felnőtteket, mennyire lehet rájuk számítani, hogy segítenek, tanácsot adnak, esetleg, hogyha hibázol edzésen, akkor azt mondják, hogy erre figyelj, arra figyelj ők is. Én már, amikor ők juniorok voltak, akkor 2 évet még táncoltam velük, de mindenben nagyon segítőkészek, és a régi táncaikat megtanították nekem, így én is bekerültem a már több évvel ezelőtti táncaikba, és nagyon segítőkészek. Rebeka 3 koreográfiában vett részt, te melyik koreográfiákban szerepeltél, melyik volt a kedvenced, mesélj erről nekem. Én mindháromban szerepeltem, és nekem a kedvencem az Abba, amit 2 évet csináltunk a nyári táborban, nyári edzőtáborunkban, és szerintem egy nagyon látványos és életvidám tánc, és hát a ruha is nagyon szép hozzá, és az is még nekem nagyon tetszik, hogy ugye az Abba dalai vannak összevágva, és szerintem nagyon jó lett a zene is. A versenyekre való felkészülés az új kategória miatt a szokásosnál hosszabb időt vett igénybe, ám a Natural című koreográfia az Ugló Kupán és a Klauzál Kupán is az élen végzett. Poszavec Rebekának is az egyik kedvence lett az Imagine Dragons zenéjére bemutatott produkció. 3 táncban vettem én részt, és ezekben szerepeltem. Az egyik, ami nagyon közel áll a szívemhez, azt most kezdtük el nyáron csinálni, koreografálni. Ezt a tánctáborunkban kezdtük el, és nagyjából így összefejeztük be, és most mutatkoztunk vele először a versenyen. Mesélj erről a koreográfiáról, ami ennyire tetszik. Hogyan épül fel, milyen zenére táncoltok, mennyien vagytok bent? 12-en vagyunk benne, és ennek a címe Natural. Művészi látványtánc, tehát egy nagyon sok ideig tartott, mire végeztünk vele, mert nagyon technikás tánc, és nagyon sok gyakorlást igényel. Úgy gondolom, hogy mindegyikünk szívéhez nagyon közel áll, ugyanis annyira sokféle technika, és annyira modern, és annyira látványos, hogy szerintem mindenki számára átjön az üzenete. Petra említette, hogy már hosszú évek óta táncolsz. Hogy látod, ha valaki elkezdi ezt, akkor ő addig csinálja, amíg lehet? Sokkal kevesen vannak, akik kilépnek ebből a világból. Hát számomra elképzelhetetlen, hogy én abba hagytam volna. Én itt a táncklubban nőttem fel, a Petra kezei alatt, és nekem ez a második családom, azt szerintem kimondhatom, és nem tudnám elképzelni anélkül az életemet, úgyhogy én azt gondolom, hogy amiben egyszer belefogunk, azt csináljuk teljes szívvel és odaadással, és úgy gondolom, hogy én ezt így is csinálom, és így is csináltam,
és hát nagyon remélem, hogy még nagyon sokáig az életem része lesz, mert komolyan gondolkodom ezen. A Premier Táncklub versenyzői a 2024-es évben is számos versenyen szerepelnek, először Zalaegerszegen indulnak egy hazai viadalon, majd Bécsben egy nemzetközi megmérettetésen igyekeznek bizonyítani. Megköszönöm egész éves figyelmüket, boldog, békés ünnepeket és sikerekben gazdag új évet kívánok jó magam és a kollégáim nevében. Várom Önöket a jövő évben is. Viszontlátásra!